40 év termését őrzik ebben a vitrínben a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola folyosóján. A lányok a röplabdában, a fiúk a labdarúgásban és az atlétikában jeleskednek. Emellett számos tanulmányi versenyről hoznak díjakat rendszeresen. De nem csak a diákok cserélődtek ki az elmúlt években. A tanulóbarát környezet kialakítása érdekében nagyszabású felújítási munkálatokat végeztek az iskolában. A mai napig befejeződött egy közel 28 millió forintos felújítás. Az iskolánk tornatermét kiszolgáló öltözők, folyosók felújítása, világítás korszerűsítése zajlott, illetve nyílászáró cserék is megvalósultak, valamint a folyosó burkolat cseréje történt meg. A forrásokat a nyíregyházi tankerületi központ biztosította. Nagyon örülünk ennek a felújításnak, ugyanis ebben a tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját iskolánk. Illés Zoltán intézményvezető az átadást követő bejáráson a felújított öltözőkbe kalauzolja Ulrich Attillát, Nyíregyháza alpolgármesterét, valamint Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt, aki később az iskola diákjaival is találkozott egy testnevelés órán. Ténylegesen a legfontosabb cél, hogy mindenki sportoljon, minden gyermeknek tudjunk lehetőséget adni arra, hogy sportosak legyenek, egészségesek legyenek, és ezáltal a szüleik is azok lesznek, és a családtagjaik az idősebb korosztályra is, hiszen pozitív hatás generál a mozgásgazdag életmóddal a fiatal gyermek is. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy folyamatosak a fejlesztések itt Nyíregyházán, szinte minden iskolát fel tudtunk újítani, és a tornatermek megújultak. Az elmúlt 5 évben a tornaterem új, rugalmas sportpadlót kapott, megújult a csarnokrész, ezt követte a tantermek nyílászáróinak cseréje, a földszinti beépített szekrények korszerűsítése, valamint az aula és a tornatermi folyosó szakasz felújítása is.